Kigyulladt egy kétszobás raktárként használt lakás egyik szobája Püspökladányban, az Esze Tamás utcában, közölte honlapján a katasztrófa védelem. A tűz átterjedt a födémre és a padlástérre is. A közlemény szerint a szobában, ahonnan elindult a tűz, autóalkatrészeket és benzint tároltak, ami meggyulladt. A püspökladányi hivatásos tűzoltók két vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a lángokat. Segítette az egységek munkáját egy vízszállító is a városból.